Marék Veronika, Bagolyjal nyaraltunk. Egy forró nyári délben új vendégek érkeztek a balatonparti táborba. Egy 10 ágyas sátrat kaptak 9-en. Hajdú Józsi az utolsó percben megfázott, és otthon kellett maradnia. Egy ágy tehát üresen maradt. Ez éppen jól jött, mert Zsiráf és Pocok már megint haragban voltak. Naponta általában 3-szor vesztek össze, és 3-szor békültek ki. Éppen mindenki kipróbálta a saját ágyát egy-egy bukfenccel, amikor a sátor bejáratában megjelent egy szőke, szemüveges fiú. Senki nem ismerte. Szervusztok, mondta a fiú. A többiek valami szia félét morogtak, de nem törődtek különösebben vele. Az új fiú nyelt egyet, aztán odament az üres ágyhoz. Letelepedett, és tanástalanul nézett maga elé. Este a sátor lakói némi nagyvonalú mosdás után úgy érezték, hogy nincs jobb dolog a világon az alvásnál. De amikor már mindenki az ágyba bújt, alvásról szó sem esett. Megkezdődött a sátrak esti műsora, a viccek, a rémes történetek, a végefogyhatatlan nevetések. Csak a szemüveges szőke nem szólt semmit. Nem is nevetett. Nem volt kedve nevetni. Egész délután csak lézengett. Nem hívták focizni, senki sem választotta be a csapatába. Nem kérdeztek tőle semmit. Keresztül néztek rajta, mintha ő is egy sátor lett volna. Amikor elcsendesedett a sátor, a szemüveges még jobban egyedül érezte magát. Szégyen ide, szégyen oda. Csendben sírdogálni kezdett. Így aludt el. Másnap reggel elballagott a tábor könyvtárosához, és egy könyvtornyot egyensúlyozva tért vissza a sátorba. A 20 könyvet letette az ágyára, és olvasni kezdett. Olvasott. De nem akárhogyan. Kirándulás közben, pihenő előtt, pihenő után, hintán ülve és fűben fekve. Sétált könyvvel a kezében. Fára mászott, és a fa tetején folytatta az olvasást. A gyerekek jót nevettek rajta. Egyszer Pocok azt mondta, hogy a szemüveges éjjel is olvas. A többiek nem hittek neki. Kifigyelték, s valóban éjjel a szemüveges fiú a sátorajtóhoz lopakodott, kidugta a fejét és a könyvét a tiszta kéklő holdfénybe. Olvasni kezdett. Zsiráf csak ennyit dörmögött. Ez nem gyerek, hanem bagoly! Így ragadt rá a szemüvegesre az új név, a bagoly. A többiek gúnyolódni kezdtek vele. Te bagoly, ki találta fel a moírtót, ezt még nem olvastad? Te bagoly, ne olvas annyit, elkopik a szemüveged! Bagoly válasz helyett csak sután vigyorgott, és olvasott tovább. Nem is történt volna semmi egyéb ezen a nyáron, ha egy napon be nem köszönt a rossz idő. Esni kezdett az eső. A gyerekek a sátrakba húzódtak, ez pedig nem volt jó. Eleinte még előkerültek a társas játékok, de délutára megunták mindet. Bagoly csak feküdt az ágyán és olvasott, mint mindig. Zsiráf hirtelen kikapta a kezéből a könyvet. Mit olvasol, Bagoly? Érdekes? Bagoly csendesen válaszolt. Verne 2 évi vakációját olvasom, éppen 3-szor. No, akkor mesélj nekünk róla, vetette oda Zsiráf. Elmesélhetem, de akkor kezdjük az elején. Valamikor a múlt század közepén egy hajó siklott a csendes óceánon. Ezen a hajón egyetlen felnőtt sem volt. Csak gyerekek. 15 gyerek. Egy napon viharos szél fújt a tengeren, erre már a többiek is felfigyeltek, és oda gyűltek Bagoly köré, hogy hallgassák a történetet. Bagoly pedig csak mondta. Izgalmasan, érdekesen mesélt. A sátorlakók végigélték a 15 szigetlakó minden gondját és örömét. Másnap az idő tovább romlott, ám a sátorban a hangulat egyre jobb lett. Bagoly a 2 évi vakáció után elmesélte a dzsungelkönyvét és az Emil és a detektíveket. Mire befejezte a 3. regényt, kisütött a nap. Újra lehetett ugrálni, fürdeni, kirándulni. Most már Bagoly is részt vett mindenben. És amikor egyszer az akadályversenyen megszerezte a sátornak a győzelmet, Zsiráf és Pocok oda mentek hozzá.
Te Bagoly, valamit nem értünk. Azért hívtunk téged Bagolynak, mert mindig olvastál. Most pedig már 3 napja nem is volt könyv a kezedben. Bagoly komolyan nézett rájuk a szemüvege mögül. Én nagyon szeretek olvasni, de az igazság az, hogy játszani még inkább. Ha van kivel. Megsúgom nektek. Én csak bánatomban lettem, Bagoly. Zsiráf és Pocok megértették Bagoly válaszát. Ezentúl, ha új gyerek érkezett közéjük, gondjaikba vették, nehogy ő is Bagollyá változzon. Bánatában.